Istenünk, magasztalunk téged hatalmadért, nagyságodért, jóságodért. Magasztalunk téged, mert nem csak a Szentírásból, és nem csak mások elbeszéléséből tudjuk, hogy te hatalmas és erős Isten vagy, hanem megjelentél életünkben, megjelent életünkben Jézus Krisztus szabadító jósága. Nem győzünk ezért eleget hálát adni énekben, szolgálatban és egymás iránti szeretetben. Köszönjük, hogy ma is összehívtál bennünket, köszönjük, hogy dicsőíthetjük nevedet, köszönjük, hogy olvashatjuk a Szentírásból igédet. Kérünk, tárd ki a szívünket, nagy szükségünk van rád. És mindazok, akik még nem ismernek, Istenem, téged, jóságodat, szeretetedet, akik keresnek talán máshol, másban, add meg nekik szent lelked segítségét, és add meg a mi szolgálatunkat, hogy rád irányítsuk az ő tekintetüket is, és hogy gyarapodjék Isten országa már itt a földön, és a mennyben együtt örülhessünk mindazokkal, akik befogadtak téged. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén. Új ének Istenünknek zengjen, zengjen hát a hármas ének Istenünknek. Isten tiszteletünk elején a pengetősök szolgálatát halljuk. Elsőnek kedves otthonról zenélnek, és aztán hallelujáról, életutam még a földön járom, és aztán te csak az Isten országát keresd, és ebbe az utolsó énekbe majd mi is belekapcsolódunk. Thank you.
Kedves testvérek, a most következő ének az egy kánon, de akik Dunaharasztiból ott voltak, azok tapasztalták, hogy nem úgy sikerült. A gyülekezet és az énekkar végig énekli az első verset, és az énekkar mindig az első verset fog énekelni, mert nekünk nem lesz kivetítve a szöveg. Jó? Tehát előről végig énekeljük együtt, és utána az énekkar majd tudja a dolgát. Álljunk föl és olvassuk együtt Isten igéjét. Isten igéjét Józsué könyvéből, a 24. részből olvasom, a 14. és 15. verset. Az igeolvasás után majd Baricsán Attila testvért kérem imádságra. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsatok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket,
akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriaik isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Uram Istenem, az állandóság Istene vagy, és olyan jó, hogy itt lehetünk a Te házadban. Köszönöm azt, hogy olyan csodálatos Téged szolgálni, együtt énekelni, együtt dicsérni a Te neved. És most, amikor azt kéred tőlünk, hogy Téged szolgáljunk, segíts meg, Uram, hogy a szívünket teljesen ürítsük meg, tudjuk kizárni a város zaját és befogadni a Te igédet. Kérlek Téged a Te szolgálattevődnek, és add a szájába azokat a szavakat, amit hallanunk kell, és mi pedig legyünk bölcsek és megértőek. Amen. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk. Szolgálatukra figyelhetünk Péterné Győri Éva versszolgálatára, majd Kertész Péter szolgálatát halljuk, és Somogyi Imre mond verset. Lukácsi Vilma, zsoltáros szívvel. A csendet meg lehet kívánni, háttérzajból oda találni, a másikat is megkínálni, zsoltár szóval, zsoltáros szívvel, bimbóból kibomló hittel, nappal is, délidőben, hogy megköszönjem, egyszerűen azt, hogy élünk, s amit az igéből megértünk. A csendet meg lehet kívánni, még ha félünk is tőle, lassan, időről időre, telik meg tartalommal, de ha megszólal, szívig érhet. Zsoltár igéket sodor az elmúló pillanat, a percből idő lesz, elszáll, de az ige, a csend igéje megmarad. Ne a külső dísz legyen fontos számotokra, a divatos hajviselet, drága ékszerek vagy gyönyörű ruhák. Öltöztessétek magatokat olyan szépségbe, amely belülről fakad. 1 Péter 3, 3-4. Egy szépségápolási termékeket forgalmazó cég közönségszolgálati osztálya megkérte vásárlóit, hogy küldjenek fényképeket egy rövid levél kíséretében, amelyben az általuk ismert legszebb nőről írnak.
Több ezer levél érkezett. Az egyik felkeltette a dolgozók figyelmét, így továbbították az igazgatóhoz. Egy csonka családban élő fiú írta, aki egy lecsúszott környéken élt. A levél tele volt helyesírási hibákkal, íme egy kivonat belőle. Az utcánkban lejjebb él egy asszony, szerintem ő gyönyörű. Minden nap meglátogatom. Ő eléri, hogy úgy érezzem, én vagyok a világon a legfontosabb srác. Társas játékozik velem, és meghallgatja a problémáimat. Ő megért engem. Amikor eljövök tőle, általában utánam kiáltja az ajtóból, hogy mennyire büszke rám. A fiú így fejezte be a levelet. Ez a kép megmutatja önöknek, hogy ő a leggyönyörűbb nő a világon, és remélem, egy napon olyan szép feleségem lesz, mint ő. A vállalat igazgatója kíváncsian kérte az asszony fényképét. A titkárnője átnyújtott egy mosolygó, fogatlan, idős asszony képét, aki egy hintaszékben ült. Őszhaja konyba volt tűzve, a ráncok, melyek mély árkokat vágtak arcába, valahogy eltűnni látszottak a szemében megbúvó csillogástól. Nem használhatjuk ezt az asszonyt, mondta a vállalat elnöke mosolyogva. Megmutatná az egész világnak, hogy a szépséghez nincs szükség a mi termékeinkre. Szeretnék én is így élni, hogy ilyen belső szépségem lehessen mások felé. Szeretett Turmezei Erzsébet verse, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Más mond a jog, más sug az ész. Valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, de valakiért még egyet kellene. De tested, véred lázad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int, de egy szelíd hang assugja, megint tedd meg, ha teheted, majd arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg, tán összetörte a szíved, az ész is assugja, minek? De Krisztust nyomorok benne, és szelíd hang halkan újra kér. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar, valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert a harmadik a szeretet. Köszönöm. Kedves igehallgató gyülekezet, hogyha belépünk egy házba, egy családi otthonba, akkor az első pillanattól kezdve számtalan dolgot vehetünk észre. A berendezéseket, hogy hogyan osztották be azt a lakást, hogyan élik be azt a teret. És ez a számtalan látnivaló, és hogyha vendégségben vagyunk, akkor még ízlelni való is, mind-mind a családról beszél. És ugyanakkor már gyermekkoromtól kezdve
valami megfogalmazhatatlant is éreztem, amit aztán úgy neveztünk el, vagy neveztek el, hogy családi légkör. És ha most megkérdeznének a testvérek, hogy mi a családi légkör, akkor nem tudnám megmondani. De amikor belépünk egy helyre, attól a pillanattól kezdve érezzük. Ez olyan, testvéreim, mint amikor nagymamám szobájába beléptem, és éppen rózsa, majdnem azt mondtam, hogy érés ideje volt, de ilyet rózsára nem mondunk, mert én is megbukok. Finom illata rögtön a szobában elterjedt. És aztán, amikor dédmamám szekrényét gyerekkoromban kinyitottam, az a naftalin szag, hát az rögtön érezhető volt. Akár ünnepnapon meghívottként megyünk be egy családhoz, akár hétköznapon melegítőben, trikóban, a családi légkör valamiképpen egyrészt megfoghatatlan, másrészt nagyon is tapasztalható a számunkra. És a családi légkört nem a dolgok és az események határozzák meg, hanem azok a kapcsolatok, amelyeket ott a családnál tapasztalunk. Tegnap délután volt az egyik unokatestvérem esküvője, és egy idegen helyen gyűltünk össze, maga a terem sem volt túlzottan földíszítve, de a családi légkört ott lehetett érezni. És valahogy, testvéreim, úgy vagyunk, hogy ahogy olvassuk magának a Szentírásnak a lapjait, és látjuk Jézus történetének kezdetét, hogy meghívja az apostolokat, Péternek, Jakabnak és Jánosnak talán eszébe sem jutott, hogy nem egy átmenő, időleges kapcsolatról lesz majd szó, nem egy olyan jelenségről, ami csak alig néhány évig tart, hanem egy egész életet meg fog számukra határozni, sőt, az életen túl is. És amikor elkezdik hallgatni Jézust, akkor nyilván először Jézusból azt fogják föl, talán mi is így voltunk, ami először belőle hallható vagy látható. A tanítása, amit nem lehet máshoz fogni. És aztán, hogy szavára megmozdul a természet, és hogy csodák történnek. És ahogy hónapról hónapra tovább élnek Jézussal az apostolok egy közösségbe, egyre inkább számomra legalábbis a Bibliából azt tűnik ki, hogy két fontos dolgot, amit nem is talán abból, amit Jézus mondott, hanem Jézus személyéből vesznek észre, és ennek a súlyát egyre inkább érzik. Az egyik ez, hogy Jézus minden tette, szava és szolgálata, mindenféle cselekedete, a csodák egyetlen egy fókuszban gyűlnek össze, és ez pedig az ő szabadításának a szolgálata. Ez egy szolgálat. A szabadítás szolgálata, amely a kereszten válik teljesen beteljesülti a számunkra is. És a másik, amit éreznek az apostolok is, és azt gondolom mindannyian, ha egy gyülekezetben, közösségben vagyunk, amely Jézusból hagyatékként itt marad a közösségre is, ezt pedig azt lehet már mondani, hogy Jézus családi légköre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek bensőséges családi légköre, amelybe belevonja azokat, akit megszólított, és akik keresik a saját helyüket a világban. És amikor így tekintünk a Szentírásra, így olvassuk magát Jézust, és most a házassággal kapcsolatban, a házastársak szolgálatával kapcsolatban gondolkodunk, akkor fölmerülnek azok a kérdések, hogy Jézusnak és az Atyának az egymással való bensőséges
kapcsolata és egysége vajon hogyan jelenik meg egy férj és feleség életében? Vajon az a csodálatos családi légkör, amely az Atya, Fiú és a Szentlélek családi légköre, hogyan jelenik meg azok életében, akik befogadják a Fiút a lélek által, hogy közös atyjuk legyen? És az a szolgálat, amely az Atya által, az Atyával való egységben, amelyet ugye Jézus elküldetett számunkra, hogyan jelenik meg a szolgálat közöttünk, bennünk, akár házaspároknál, családban, hogy aztán ez a szolgálat nem csak befelé, hanem kifelé is Istenhez való csalogató, meleg, otthoni légkört adjon. Drága testvéreim, amikor olvasom azt Jánostól, hogy ami testből született, az test, és ami lélekből született, az lélek, akkor arra gondolok, hogy amit a legjobb szándékkal is egy család együtt tud tenni Jézus Krisztus nélkül, annak is tud megszólító ereje lenni, de vajon építi-e az Isten országát? És hogyha egy férfi és egy nő, akár házassága előtt vagy utána találkozik a megváltó Úr Jézussal, és bennük megszületik az új élet, és nem tudnak más tenni, mint hogy szolgálnak, hogy ezt a családi légkort, amelyet befogadtak, ezt kifelé sugározzák, hiszen az a családi légkor az nem úgy működik, hogy fölgyűrjük az ingújunkat, és akkor valami történik ott, hanem egyszerűen a puszta létezésünkkel, mint ahogy a család is, sugározza azt, ami bennünk van. És van egy ige testvérek, amely a szolgálattal kapcsolatban engem többször meghökkent. És talán most a saját fejemre is felolvasom ezt, mert amikor elmegyünk örömteli módon abba az tényleg nagy örömbe, hogy egy olyan közösséghez tartozunk, amely gyarapszik, növekedik, amelyben bemerítések vannak, itt ülnek az ifjaink, amelyben lehet szolgálni az Urat, akkor mindig figyelmeztetésképpen olvasom azt, hogy hol van nekünk igazából a szolgálatunknak a forrása és a gyökere. És két olyan igét olvasok Jézustól, amelye engem mindig megdöbbent, és ez az ige a szolgálatban jártas emberekről szól, és éppen ezért nagyon veszélyesnek is tarthatjuk. Azt mondja Lukács 13.25-ben Jézus, attól kezdve, hogy fölkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyiss ajtót nekünk, de ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szólt, mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Nem tudom, honnan való vagy, az azt jelenti, hogy idegen. És a másik Máténál még jobban élére állítja azt, hogy igazából a szolgálat, még a legnagyobb is, ha nincs gyökere, akkor magjában elszárad. Hát most ez egy képzavar, de tényleg így van. Máté 7.22-nél. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben proféltáltunk? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e csodákat? Akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Isten nem ismer engem? Van-e olyan ember, akit nem ismer Isten? Hát nincsen. De ez a bibliai ismeret. A bibliai ismeretnek azt jelenti, hogy kapcsolat. De hogyha én nem vagyok a kapcsolatban,
akkor nem ismer rám engem is, nem ismer rám Isten az utolsó napon. Miért nem? Mert nem fogadtam be Jézusnak azt a szabadító szolgálatát, hogy az én életemben a szabadulás meglegyen. És hogyha nem fogadtam be az életembe a szabadítás szolgálatát, akkor lemaradtam arról, hogy engedelmességben és szeretetben, mint ahogy a házastársak is ugyanígy, én az Atya felé engedelmességben és szeretetben, és a házastársam felé is engedelmességben és szeretetben éljem azt, ami a szabadítás szolgálatából nekem, mint ajándék megszületett. És csak ez az első. Ha ez nincs, nincs semmi. Drága testvéreim, olyan szép a magyar nyelv, amikor azt mondja, hogy ugyanazt az igét használja Jézusra, rászegezik a keresztre az én bűneimért. És ha valaki megérint Jézus Krisztus szeretete, akkor mit csinál? Rászegezi a tekintetét. Hittel. Mert a bűneimet már Jézus rászegezte a keresztre. És a szabadítás szolgálatát akarja nekem megtenni. Hogy tudsz addig szolgálni, másképp szolgálni, hogyha nem vagy megszabadítva? Hát egy megszabadított, láncra vert ember az tud bármit is tenni? És hogyha rászegezett tekintetedet Jézusra, a te szabadítódra, és hittel elfogadod őt, akkor megszületik benned ez a szabadulás. És ez a szabadság, ez a szabadulás adja meg nekünk a jövőnket. Zakariás prófétát mindig úgy olvassuk, hogy erre való hivatkozásban látjuk. Zakariásnál így szól az Úr. Azt mondja, és olyan, mintha az első része a másodiktól idegen lenne. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület, és a könyörgés lelkét. A könyörület az a megkegyelmezés. A könyörgés pedig ugye a közbenjárás. És utána rögtön a következőt mondja, mintha nem tartozna oda. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülöttek miatt szoktak. De mi, hogyha az új szövetségben már rátekintünk Jézusra, aki át van szegezve, akkor már nekünk igazából nem a gyász a pillantásunk, mert nem akarjuk visszasírni a saját bűneinket. Egyedül Jézust, aki értem meghalt. És hogyha ez a szabadítás szolgálata megjelenik egy házas párban, külön-külön és találkozásban ketten lesznek egy test, akkor meg az egész világnak bemutatják azt, hogy mit jelent az Atya és a Fiú egysége és közössége. És ez tulajdonképpen a forrása annak a családi melegnek és fészeknek, ami a családi légkör, Isten családjának a légköre. Azt mondja János evangélista, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És itt pontot tennénk. De tovább mondja Jézus, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul. És most jön a következtetés ebből. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Otthon költözködés után az Ildivel tologattuk a szekrényeket. És az egyik áldott családtól kaptunk szekrényeket is. És helyre is tettük. És aztán volt egy, amit nem tudtunk. És ment úgy, hogy én is toltam, ment úgy, hogy az Ildi is tolta, és nem mozdult rendesen. És aztán egy hirtelen ötlettől, mert hogy közel volt a fal, a következőt csináltuk. Hátat fordítottunk egymásnak,
Én az ő hátára, ő az én hátamra, én a falhoz, ő a szekrényhez, és bár egymásnak háttal hátat fordítottunk, mégis egymásra támaszkodva kifelé fejtettük ki az erőnket. Hogy talán a szolgálat, a családban az valahogy úgy kezdődik, hogy fölemelt kézzel Istent rádöbbenünk, hogy a kereszten az ő szolgálata megszületik, hogy megbocsátja a bűneinket. Aztán utána, hogy ketten lesznek egy test, akkor ugye egymás felé fordulnak, akkor is szembeállnak, pedig nincs ellenkezés bennük. De igazából egymás felé fordulnak. De amikor megszületik ez az Isten áldotta szent háromságos családi légkör egy családban, akkor felfedezik azt, hogy helyre kellene tenni a dolgokat. És ezt úgy is lehet, hogy háttal fordulunk egymásnak, de nem azért, mert nem szeretjük egymást, hanem mert az egymás szolgálatának lendületéből tudjuk előre mozdítani azt, ami ránk van bízva. És amikor Jézus arról beszél, hogy mi a szolgálat célja, igazából nagyon egyszerűen beszél, egy dolgot mond, igazából kettőt. Hallgassuk meg Jánostól Jézust. De jó, hogy nem nekünk kell kitalálni azt, hogy mi igazából a keresztény szolgálat, a családi szolgálat célja. Mert azt utána apró pénze lehet váltani. Azt mondja, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És utána folytatja tovább, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szereted őket, ahogyan engem szerettél. Akár pengetünk egy éneket, akár odébb teszünk egy könyvet azért, hogy rend legyen, akár beszélek itt, Isten igéjét próbálom hirdetni, mindegyiknek az a célja, hogy fedezzük föl. Mások is felfedezték, hogy Jézus az Atya küldötte. És hogy igazából ennél többet sem tudunk, de ennél kevesebbet sem szabad. Ami szolgálatunkban, ami szolgálatunk által tenni. És aztán azt is elmondja nekünk Jézus, hogy mi a módja és a forrása annak, hogy ezt a szolgálatot beteljesítsük. Olyan szép, amikor Jézusnak első részét, ennek az első részét szoktuk mindig idézni. Nagyon ismert igehely. De a második részét már nem. Rögtön utána Péter elkezd belekotyogni. Ugye János evangéliumból ismerjük azt, hogy Jézus beszél, és közben az értetlensége az apostoloknak ott van. De az, amit most itt utána Péter mond, az rávilágít arra, hogy miért a forrása a szolgálatnak, és egyáltalán a mi életünknek az, amiről Jézus beszél. Most hallgassuk így. Azt mondja János evangéliuma 13. részénél Jézus, új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, hová mégy? Mint hogyha Jézus készülne. És kiderül, hogy hová megy. Ahova én megyek, most nem követhetsz, de később majd követhetsz. Vagyis a Jézus szolgálata az, hogy Péter, hát hová megyek? Megyek a bűneidet megváltani. Azt mondja Péter, megyek én veled. Hát hova mész, Péter? Így bűnösen. Először nekem kell megtenni a szolgálatot, hogy megszabadulj. És aztán a szabadulás szolgálatát csak utána tudom rád bízni, hogyha te már megszabadultál. Ezért minden forrása és minden módszere lehet bár rendkívül okos és rendkívül értelmes a tanfolyam bármiben is, csak az, hogy férj-feleség úgy szereti egymást, hogy a kettőjük szeretetének közössége az Isten közösségéből, családi légköréből forrásozik. És utána összenéznek,
egymásnak hátat fordítanak, és előre lendítik azt, amire éppen a szolgálat őket vezeti. Jakab apostoltól így halljuk: ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától szárátok. És a zsidókhoz írt levél így buzdít bennünket, ezt a két buzdítást szeretném a szívetekre helyezni. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma. Lehet, hogy egy óra múlva nem tart a ma. Hogy ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, az első szeretet bizalmát, mindvégig szilárdan megtartsuk. Ügyeljetek arra, mondja a 10. fejezetben, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsátok. Saját gyülekezeteteket ne hagyjátok el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsátok egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Közeledik az a nap, közeledik az az idő, amikor el kell számolnunk, hogy elfogadtuk-e Jézus szabadítását életünkre. Közeledik az a nap, hogy kérdőre von bennünket az Úr: szeretted-e úgy férjedet, feleségedet, ahogy én szerettelek téged? És amikor kérdőre von bennünket abban, hogy fakadt-e valami jó abból, hogy megmentettelek. Így legyünk együtt, az igét mindig szem előtt tartva, reszketve félelemmel, de mégis nagy örömmel munkálni azt az üdvösséget, amelyet Krisztusban mindannyian kaptunk. Az énekkar szolgálatát hallgassuk.
most hajtsuk meg fejünket imádságra, és tárjuk Isten elé kérésünket, hálánkat. Ha már elfogadtuk az ő szabadító szolgálatát, akkor köszönjük meg ezt neki. Ha még híjával van bennünk Isten szabadítása, mert lelkünknek vannak még elrejtett és elfalazott részei, ahova nem engedtük be őt és szabadítását, akkor nyissuk meg ezt a területet, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a mi megváltónk, Te vagy életünk szabadítója. Legyen hála neked és dicsőség az Atyával való egységedért. Add, hogy ez az egység megjelenjék a mi emberi kapcsolatainkban, különösen házasságunkban. Add, hogy az a családi légkör, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek bensőséges szeretet közössége, amelyből küldetés származott, hogy elküldted a te fiadat, Jézust, ez a családi légkör jelenjék meg, és erősödjék a mi családjainkban. Hogy aztán ezt elvíve szolgáljunk neked, és aztán együtt lehessünk a ma napon, az örök életben. Amen. Bölcsességről, a bizalomról, és most erről kérdezem a gyerekeket. Áron, mit tanít Isten minket az aggodalomról? Hogy ne aggódjunk, mert szükségünk van. Megtanuljunk, amire kell. Amire szükségünk van. Mit tesz velünk az aggódás? Megbetegíti lelkünket. Pálma, a bölcs hova épített? A kősziklára. A balga? A homokra. És mi hova építhetünk? A mi kősziklára. Thank you.
virágon a madár, íme minden a te műved, amit alkottál. Mi szép, de o nagy Isten, amit alkottál. Az erdőben a fák, a réten a virág, köszönjük szépen a vasárnapi iskolásoknak és a kis madárkórusnak is. A hirdetések előtt Pap Teofil és Edit testvér szeretnének pár szót szólni. Szóval van egy olyan idézet, ami úgy szól, hogy a hajó a kikötőben biztonságban van, de nem ezért építették. Néhány hónappal ezelőtt megpályáztunk egy olyan munkalehetőséget Németországban, aminél nem kisebb, hanem nagyobb csodára lett volna szükségünk, hogy bármelyiken megkaphassuk, és hittel ezért imádkoztunk, és Isten komolyan vett bennünket, és megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy nem csak egyikünk, hanem mind a kettőnk, sőt a sógornőm is megkapta ugyanabban a városban, ugyanazon a munkahelyen a szerződést. És hát nagyon gyorsan történt minden az utóbbi időben. Annyira gyorsan, hogy holnap utazunk. És nem tudom szavakba önteni azt a sok törődést, meg szeretetet, amit itt kaphattunk. És nem búcsúzni szeretnénk, hanem elköszönni, mintha egy kirándulásra mennénk. Köszönöm, hogy azt a családi légkört, amiről a Laci beszélt, azt így gyakorolhattuk és így tanulhattuk. És hiszem és tudom azt, hogy ahogy a gyülekezet gondolni fog ránk imáiban, úgy mi is együtt maradunk a gyülekezettel. Az a helyzet, hogy én most körülbelül 3 perccel ezelőtt, amikor jöttünk ki, akkor szóltam a férjemnek, hogy mégiscsak szólnék pár szót, mert hogy képtelen voltam rá. Napok óta küzdök, hogy mit mondjak. Hát ez nagyon nehéz, és nagyon hálás vagyok, hogy az ő szemében jobban látni a könnyet. Én az előbb már törölgettem. Azt a sok érzést, amit az utóbbi napokban átéltem, azt nem szerettem volna tolmácsolni, mert úgy gondolom, hogy azok az érzések, azok gyengítik az embert. Egy elköszönés, egy búcsú, teljesen mindegy, hogy az mennyi időre szól, az fájdalmas. Úgy gondolom, hogy fájdalommal nem lehet elmenni, mert akkor gyengülünk. És nem jutott semmi eszembe, hogy mi olyat tudnék mondani, amivel nem gyengítem senkit, meg magunkat se. És körülbelül 10 perccel ezelőtt megérkezett a válasz, amiért megint nagyon hálás vagyok. Az pedig a következő. Ha úgy gondolunk a gyülekezetre, hogy milyen jó volt nekünk itt, és hogy mennyire szeretünk itt lenni, és hogyha csak egy hétig nem tudunk jönni, akkor nagyon rossz. Akkor vajon hogy tudunk nekivágni ennek az útnak? Úgyhogy én a következőképpen szeretnék nekivágni ennek az útnak, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, hogy van hova hazajönnünk, mert hogy én úgy gondolom, hogy mi itt vagyunk itthon. Úgyhogy úgy szeretnék, és azt hiszem, Teo is úgy szeretnénk ide hazagondolni, hogy jó, hogy van egy otthonunk, ahova bármikor hazajöhetünk. Úgyhogy ezúton szeretnénk, nem tudjuk, hogy mennyi időre, de elköszönni. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Gondolkoztam, hogy kimenjek-e hozzátok, de nem köszönök el tőletek, hiszen éppen erről beszéltetek. Az Isten tegye teljessé bennetek is, és mi bennünk is azt, amit elkezdett. És kezdje el azt, amit szeretne teljessé tenni. Hirdetéseket szeretném felolvasni. Ma délután 4 órakor lesz avató istentisztelet. Szeretettel várjuk a testvéreket, és a nőtestvérek süteményeit is szeretettel várjuk. Hétfőn ima közösségünk lesz, az új időpont délután 5 óra, tehát 17 órakor lesz. Csütörtökön szépkorúak klubja lesz, illetve csütörtök a mennybe menetel napja egyben. Ricsovinyi Róbert testvér fogja hirdetni majd az igét, csütörtökön délután 6 órai kezdettel. Pénteken a szokásos korosztályos alkalmaink lesznek. Június 1-én délelőtt bemerítés lesz. Imádkozzunk azokért, akik itt fognak állni, és azokért, akik ott toporognak, hogy itt álljanak. Ez mindig így van. És ne feledkezzünk azokért, akik már itt álltak, de talán az első szeretet lanyhul. Mindig fölpesdít bennünket a látható igehirdetés. És ez az örömteli nap a délelőtti bemerítés után csak délután még fokozódik, hiszen az úrvacsorás alkalomkor, amikor Kelédi Márton testvér hirdeti az igét, emlékezhetünk arra az árra, amely által egyáltalán életünk lehet. Június 2-án testvérek, bontás kezdődik az alaksorban. Markos testvéreket várunk ehhez a munkához. Június 10-e és 12-e között erdei iskola lesz az Énó közösségében, és önkéntesek jelentkezését várják. Még Ricsovinyi Róbertnénél lehet jelentkezni. Nyári tábor június 13-a és 18-a között lesz. Gyülekezeti kirándulásunkra is lehet jelentkezni. Léránt István testvérünknél a helyek fogyóban vannak, tehát csipkedjük magunkat. Mai napon vannak az Európa Parlamenti választások. Tegyünk eleget ennek a kötelességünknek is. Sűsápon pénteken vasbeton koszorú öntése indul. Mikó Gedeon, illetve Váradi István testvéreknél lehet jelentkezni rá. Tehát Sűsápon pénteken szeretettel várnak testvéreket. És most énekeljük az Úrnak. Szeretet az én oltalmam, legyen nekünk is oltalmunk a 36-os számú énekkel. Thank you.
Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, háladással énekeljetek szívből Istennek. Amen. Az Úr közel. Foglaljon helyet a gyülekezet.